Sziasztok, ez itt a heti animék Super Devi Heroes-os verziója, immáron a 30. epizódjával. Nagyon jó részt láthatunk, és a jeleneteknek a vége számított a legfőbb duranásoknak. Egyszerre két fúziós harcos is jelen volt, illetve úgy tűnik, hogy sajnos tényleg a Heroes előzetesben látott új fú forma valósult meg. Az eredmény azonban nem lett komolytalan, sőt érezni lehet a formában az erőt. A kék Vegito nem használt olyan nagy erőket, ami bizony megosztottságot teremtetett, azonban a Xeno Perfect SSI 4-es Vegitónak a megjelenése óriási hatást gyakorolt ránk. A DBZ és Broly végre feltűnt a sorozatban, és hát a mosolya nagyon jól nézett ki a képernyőn. Sajnálatunkra a készítők elvettek némi időt az új részből, ugyanis megismételték a korábbi rész befejezését. Jó lett volna, ha a Bills-ék is kapnak egy játékidőt, hogy miért nyúltak pontosan a kívánsághoz, azonban a készítők erre nem hagytak időt. Az univerzum fa kiszáradásával fú sarokba szorult, az arcán pedig elég jó ábrázolást fedezhettünk fel. Vegitónak a tétlen maradása ellenben furcsaságot jelentett, hiszen amíg fú nem változott át, simán el tudta volna intézni az ellenséget. Ugyanazt éltük át vele, mint mindig, amikor ő harcba keveredik, hiába erős, nem tudja megnyerni a mérkőzést. Fú új formájának a létrejöttéért a démon királynak a magia lett felelős, amit Tova és Mira rakott a hősünk elé. A hangulat, ahogy megjelentek, felmentő is volt Fú számára, illetve fordulópont is. Fúnak a meglepődése kiváló ábrázolással történt, és látszott rajta, hogy ő is meglepődött, és nem volt képben Tova és Mira tervét illetően. Vagyis igazzá vált az a teóriánk, hogy Fú tudta nélkül tették a hősünket az új démon királlyá. Az átváltozás több rétegű volt, először ugyanis a hősünket megismertették a démon királynak az erejével, vagyis a nyomatékával, és ezután indult el az átváltozás. Az effekt, amivel megjelenítették a démon király energiáját, jól festett, és amint Fú meglátta a Mechikabura emlékeit, az a teóriánk is valóssá vált részben, hogy az új király megörökli az előző uralkodó hagyatékát. Fú összetörte a démon királynak a magját, és ennek köszönhetően tudott magára ölteni egy új formát, és úgy fest, hogy minden démon királynak egyedi kinézete lehet. Amikor a mag eltört, olyan volt, mintha így szállt volna Fúba a démon király lelke, és ezzel vált teljessé a hagyaték átadása. A Heroes játék előzetese szerint ott nem viselt a hősünk ilyen szellempalástot, de hát kiderült később, hogy ebből az effektszerű szellempalásból lesz a sima köpenye. Vagyis lehetséges, hogy amikor Fú akcióba lendül, a szellempalástja is visszatér. Az effekt, amivel megjelenítették ezt a szellempalástot, elképesztő effektnek számít, és visszaadja nekünk kinézetben a One Piece Doflamingójának a tollas palástját. Az ötvözet látványos lett, de a megosztottságot sajnos nem tudta elkerülni. Valamennyit nyertünk volna jóságban, ha a monokli eltűnik, ugyanis a tetkók, amik az arcán vannak, azok jól néznek ki, de hát ismételten ott van a katonai egyenruha, valamint a csizma, ami így kilógó hatású. Az átváltozás után Fú tett egy érdekes kérdést, amit Toba válasza követett furcsaságban, Fú ugyanis kitért arra, hogy a hősnőnk az anyja lehet, ám Toba visszautasította. Ez azért lehet, mert a hősnőnk ténylegesen nem a hősünknek az anyja, ami azt jelenteti, hogy ez a Toba csak tényleg egy hasonmása az eredetinek. Vagy a démon király pozíció elvágta a szülői köteléket, és annyira nagy szám a királynak lenni, hogy Tobáék nem elég becsesek ahhoz, hogy Fú szülei lehessenek. Fú viselkedése látszólag megváltozott, és olyan, mintha már mozgolódna benne a személyiség átvevése. Lehet, hogy csak a hatalom miatt azonosította magát a komolysághoz, vagy lehetséges, hogy a szavai mögött már Mechikabura bújt meg. Az erejének az elszabadulása elképesztő isteni szintet hozott el a képernyőre, és ezzel a szintelen hatással azt üzenték, hogy a hősünk képes teremteni és alkotni is. Ez a képesség a jó oldalon van elfelezve a Kaioshinekre és a pusztítás istenekre, így Fú kettős használata több dologra is utalhat. Egyrészt arra, hogy a démon király pozíció akár még Zenóékkal is versenyezhet, illetve lehet, hogy arra, hogy démon királynak lenni olyan, mint a jó oldalon főangyalnak lenni. Ha így áll a helyzet, Mechikabura vereségét valami befolyásolhatta, elvégre a Xenósok nem lehetnek olyan erősek, hogy legyőznék mondjuk a főangyalt. Mechikabura megszívta valami vagy valakik miatt, és ezáltal nem tartatjuk kizártnak azt, hogy behoznak a történetbe egy új idegen fajt. Rámehetnénk a varázslókra is, számításba véve a DB Super Manga moróját, vagy egy olyan népet is el lehet képzelni, akiknek a létezése miatt veszélybe kerülne az egyensúly, a démonok és az angyalok között. A királyformás Fú VS kék Vegito nagyon jó akciókat jelentett, és végre itt legalább érezhettük azt, hogy Vegito meg szeretné nyerni a mérkőzést.
Az egybeütésük jó rajzolással ment ám, az erőkifejtés alul maradt a várthoz képest. Ugyan továbbig elszálltak az erőlökést követően, de jobb lett volna, ha olyan szinten szabadulnak el az erők, mint amikor a DB Superben a Vörös Goku és Bills ütöttek egybe, és akkor ugyebár konkrétan világok voltak veszélyben. Kaptunk egy spórolást is, amikor a feleink cikáztak, ugyanis amikor láttuk őket, álló képekben voltak láthatóak. A körütéses hullámok azonban nagyon jól néztek ki a képernyőn, és amikor megjelent a Szenó Perfect SSI 4-es Vegito, olyan hatást keltett a képernyőn, mintha egy messiás jött volna le. A határokat áttörő formája patent volt, mert az aurája is elképesztő volt, és jó izmos is lett a hősünk. Dominanciában képes volt lenyomni a kék Vegitót, ami azt jelenti, hogy kettőjük között a Szenó Vegito látszott a főnöknek, azonban az ereje nem húzott el annyira. Amikor megütötte Fút, átjött az ütése ereje, de az ellenfél nem szállt el. Vagyis egyelőre azt kell hinnünk, hogy hiába van két fúzió is jelen, Fút tűnik az erősebbnek. Valamint a Perfect SSI 4-es forma olyan szintet jelent az SSI 4-esnek, mint amikor Kaiokennel fokozzák a két formát, ami azt jelenti, hogy a két forma ismételten ugyanolyan erősnek számít. A rész végén láthattuk a DBZ-s Broly-t, aki egy másik világban lehetett, és találgathatjuk, hogy egy börtönben van-e, vagy csak ott időzött. A rajzolása tökéletes volt a mosolyával, és nagyon meg tudta idézni az eredeti DBZ-s Broly-t ábrázolást illetően. A régebbi Heroes játék előzetesekben is szerepelt, és ott is kiderült, hogy képes az SSI 4-esre, valamint rendelkezik egy démonos formával is. Az új infók szerint a sorozat fel fogja használni azt a szállat, hogy Broly képes az SSI 4-es formára. Ám a démonos átváltozás és hogy a hősünk gonoszként lesz jelen, ezt még nem vehetjük biztosra. Lehet, hogy ezúttal jó fiúként fog megérkezni, ami óriási fordulat lenne, egy valami azonban biztos vele kapcsolatban, lesz neki egy új formája is. Méghozzá a Perfect SSI 4-est adták meg neki, a kiadott kép alapján pedig illeni fog neki ez a forma. Már a sima SSI 4-es alakja is egy végső csapásnak számított Sangokuék számára, így az ereje elképesztő lesz. Így ha most is ellenségként jön egy még erősebb formában, akkor ez azt mondhatja magával, hogy Vegitóéknak reszeltek. Lehet, hogy szövetségre fog lépni Fúval, de az is lehetséges, hogy az új démon király is menekülőre fogja fogni. Nagyon várjuk az új epizódot, és kíváncsiak vagyunk, hogy mit lépnek a DBZ és Broly betoppanására a hős helyi. Ha nektek is érződik az, hogy Fú személyisége megváltozott, azt osszátok meg kommentben a videóval rá. Illetve arra is felejtek, szerintetek milyen erős lesz a Perfect SSI 4-es Broly. Ez volt a heti animék Super DB Heroes-os változata erre a hétre, találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.